kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogy eljöttétek a nyárnak az utolsó napokba. Kicsit romlik az idő, ugye? Kicsit ilyen most. Nem? Nem romlik, az sose. Nagyon jó. Oké. Ma fogunk egy témáról beszélni, a kapcsolatokról. Szerintem rengeteg könyv van róla, rengeteg információ van interneten, sok mindent lehet hallani róla. Én is már sokszor tartottam kapcsolatról előadásokat. Volt, amikor beszéltem, hogy mi a különbség a nő és a férfi között, amikor mi beszéltünk pont erről a kapcsolatról, a férfi és a nő közötti kapcsolatokról. És az is egy érdekes, hogyha valaki kíváncsi, ott van a YouTube csatornán, van többször, többé, hát minden évben egyszer-kétszer tartottam hasonló témákat. Aztán kicsit átgondoltam, és gondoltam, nézzük meg egy másik szemszögöt. És amit ma fogunk beszélni, olyan alapelvekről, ami nem csak a férfi és a nő között működik, hanem minden területén, ahol vannak a viszonyok, ezért majd én többször fogok beszélni nem a kapcsolatokról, hanem viszonyokról, az egy kicsit legalább számomra többet mond. Viszonyok, amikor kettő személye kölcsönös kapcsolatban vannak, ugye? Ezért sokszor ezt fogok használni. És alapelvekről fogunk beszélni, ez azt jelenti, hogy kézzelfogható gyakorlatias dolgokról, viszont tudjunk, hogy a siker az magától sosincs csak úgy. Hogy én meghallgattam egy előadást, vagy megnyomtam egy kapcsolót, és már minden jó lesz. Hanem ez a kis rész, nagy rész, ez a belső munka. Hogyha nincsen belső munka, ma erről nagyon sokat fogok beszélni, akkor nincsen élmény a sikeres kapcsolatokban, viszonyunkban. Oké. Kezdhetjünk. Hát, tud magyarul a hölgy? Igen, akkor akik magyarul ide, akik románul, akkor arrébb. Viszont szeretjünk mindenkit egyformán, mert a lélek szempontból mindegy ki nagyon kedves személy és nagyon értékes. Jó, nézzünk akkor egy pár dolgot. Most lesz egy kis, készítettem nektek egy kis animációkat. Ugye van egy kapcsolat férj-feleség között, van pénzük, van házuk, van autó, minden szép és jó. És jó működik. És lehet, hogy 5 éven keresztül, 10 éven keresztül, ha lehet, a 15 éven keresztül, kinek hogy. És amikor úgy néz ki, hogy egy ideális kis ha kapcsolat, család, helyzetük, nincsen semmiben hiány, de mégis előfordul nagyon sokszor és nagyon gyakran, hogy elmegy a férj, valamikor a feleség. Elmegy és találkozik egy másik lányjal. Hát miért ez így történik, miért találkozik egy másik lányjal? Hát gyakrabban úgy mondják, hogy szerelem miatt. Ugye mostani világban annyira magasztalnak a szerelmet. De hogyha mi megnézzünk a szerelmet, több kárt okoz, mint valami építő dolgot. Ugye, mert van kettő kifejezés. Van a szeretet, és van a szerelem. A szerelem ez egy külsős dolog. Ez az, ami épp mostani hormonok fel vannak budgyogva, és az, ami tud az én hormonaimat kielégíteni, ez a szerelem. A szeretet az a belső. Ez mondják szívtől szívig, vagy
a lélektől lélekig. Ez a szeretet. És ezért és fogunk beszélni, hogy mi az alapok a szeretetnek. A szerelemnek az alapja az az, hogy az ember nem él semmilyen erkölcs vagy morális elveken alapján. Mert erkölcsös és morális elvekű ember, ő nem engedni magának, hogy itt van nekem egy feleség, hogy legyek szerelmes egy valakibe. Ez nem engedi. Ő egy erős személy. Akiknek nincsenek morális elvek, vagy erkölcsi elvek, annak az embernek honnan lesz ereje. Ugye ez a két mankó az embernek, ami erősíti az életébe, morális és a erkölcsi elvek. Hogyha nincs, akkor vagy fiú elmegy, vagy lágy elmegy. Ez olyan gyakran történik. Valamikor csak oda és utána vissza, de valamikor elmenne ketten. Mi történik az élettel? Ennek a nőnek, aki egyedül marad, vagy a férfinak? Hát dől össze az egész világ. Ugye, akkor amiért éltem, amiért odaadtam az én életemet, az volt az én értékem, az elveszítettem, és akkor összeomlik az élet. Most egy kicsit megyünk madár távolatra, hogy lássunk egy kicsit a teljes képet az egésznek, és utána, mikor rálátunk teljes képet, akkor fogunk menni tovább a részletekbe. Ugye most kedden is volt egy kis előadásunk, és ott erről említettem, hogy a védikus rendszer, ugye mi védikus rendszert próbálunk alkalmazni, minden területén, hogyha ember orvos lesz, vagy király lesz, vagy cipész lesz, bármi csinál az ember, ő először kapja teljes képet az életről, hogy mi az élet célja, és ez az, például az élet célja az mindenkinek egy, összes embernek. A feladat lehet, hogy másik, mert másik a helyzet. És a védikus írások mondanak, pont a életnek a célja ez a elérni szeretetet Isten és minden élőlény iránt. Ez az embernek, az életnek a célja. Ekkor fog működni minden kapcsolat. Hogyha nincsen ilyen cél, akkor ez történik. És most megnézzük, hogy egy pár érdekes statisztikát megnéztem, hogy ugye fogjunk mondjuk 5000 évet ezelőtt, amikor a védikus rendszer jobban működött, és nem csak Indiában, Magyarországon is, hogyha mi megnézzük, hogy 5000 év ezelőtt, nem tudom, ott itt voltak-e ma magyarok, vagy nem, mindegy, ez most nem ez a lényeg, de a társadalomban, a civilizált társadalomban a válság, amikor férjel válik feleségtől, az annyira ritka esély volt, hogy szinte emberek nem is hallottak róla. Annyira nem volt ez. Ugyanakkor nem voltak annyira betegek az emberek. Mindenki tökéletes egészséggel született. Az, hogyha valaki beteg, vagy betegen született 5000 év ezelőtt, az nagyon-nagyon ritkaság. Azt meg kellett keresni, meg kellett dolgozni, hogy találjunk egy beteg embert. Akár fizikai, akár pszichikai betegséggel. Most, amely korszakban mi vagyunk, ugye úgy hívják az 5000 évi korszakot, úgy hívták, hogy Dvapara Yuga, egy ilyen magasabb, tisztább korszak. Most a Kali korszakban élünk, Kali Yuga, ez a neve. A Kali korszaknak a jellemzők, hogy rövid a memória, gyenge az intelligenciája, félreértések, egy pici kis apróság, néha nem is semmi, nem kell semmi, csak a kis információ hiány már nagy-nagy félreértések, háború, konfliktusok. Ugye így van leírva
a jóslás erre a korszakra, ami 5000 évvel ezelőtt leírták, és most látjunk, ez történik, és ez alapján be tudunk azonosítani, milyen korszakban élünk. Ez a Kali korszak. Megváltozott az ember. Mert most fordítva, most alig találok olyan családot, amelyik nem vált el. Ritka. Ugye, mikor van a bronz, ezüst, arany, platina, az már alig van, esküvő, ugye, jubileumuk. Alig találjunk olyan embert, aki születik, és semmi problémája nincs testtel. Mindenkinek valami, de van. Mindenkinek van egy probléma. Igen, mostanában körülbelül lehet még pontosítani, de egész lejjebb százalékot vettem, de lehet, hogy mai napig már magasabb lett a százalék. Magyarországi válságnak az aránya az a 67%. Hiába házasodnak az emberek. 67% elválnak, ugye? Ez nagyon nagy a válság. De most akkor, hogyha mi akarunk most beszélni a társadalomról, hogy a társadalom legyen boldog. A társadalom ugyanúgy viszonyunkból áll. De a társadalomot adja össze a családok, ők az egységek, és a családok alakítják a társadalmat. Hogyha nincsenek egészséges családok, akkor nem lesz egészséges társadalom. Nagyon jó. Ez a probléma. És akkor látjunk, hogy vannak változások. Ami itt volt, alig volt a válság, most nagy lett. Nagyon sikeres volt a házasság, most alig van siker a házasságban. Ugye ezt láthatjuk. Miért történik? Mi az, ami megváltozott? Mert látjunk, hogy más az eredmény, mint 5000 év ezelőtt, és más eredmény, mint most. Akkor mi mondhatjuk, igen, valami megváltozott. De mi változott meg? Mert akkor, hogyha azt megkeresünk, megtaláljunk, kijavítjunk, akkor működni fog az élet. Működni fognak a kapcsolatok, és működni fog a társadalom. Megváltozott az ember. Az embernek megváltozott az alapelvei és az értékrendjei. Inkább, nem is így mondanék, ember többet nem követ. Mert alapelvek, ugye a erkölcsi és a... Melyik a másik? Erkölcsi? Morális. És morális elvek, azok mindig működnek. Azok mindig alkalmazható. Azok örök törvények, ami fenntartja életet. Ez az életnek a fenntartó, ökológiai fenntartó törvények. És megváltozott az ember. Elveszítette a fókuszból ez a tudást. És mivel nincsen tudás, nincsenek gyakorlatok, akkor az, hogy mindenki betegen születik, ez is egy hatása. Hogyha ember nem követi az elveket, akkor hibákat követi el az életébe. Visszahatásként nem csak rossz kapcsolat, és szenvedni fog a kapcsolattól, hanem az egészségi problémák, ez is azért van, mert nincsen működtetve, kultiválva tiszta szeretet. Csak a szerelem, amelyik ellenmondásba működik az elvekkel. Hogyan ez történik? Van egy ilyen szó, hogy dharma. Dharma, ez azt jelenti, hogy pont amikor ember egy spirituális életet él, amikor követi morális és erkölcsi elveket. Amikor nem követnek, akkor az adarmanak neveznek. Ateizmus, önzőség és így tovább. Érdekes, hogy a Bhagavad Gita-ban 5000 év ezelőtt erről már beszélt Arjuna.
azt mondta, hogy ha amikor a család, pont a családokról beszél, mert a társadalom családokból áll, hogyha a családban nincsen követve dharma, ezek az elvek nincsenek gyakorolva, akkor a férfiak felelőtlenné válnak, kihasználnak a nőket. A nők beszennyeződnek, így amikor találkozik egy felelőtlen férfi egy szennyes nővel, létrejön nem kívánatos népesség, nem tervezett gyerekek. Ez adharma. Ugye a védikus írások mondják, hogy a gyerek, ez nem a nem életnek a mellékterméke, hanem mikor kezdődik, mikor nemzés történik, a gyerek nemzés. Amikor még a fiú még nem is házas, a lány még nem is házas, de már gondolkodik, hogy hogy lesz a gyereke, fiú, lánya, hogy fog gondoskodni, hogy fog szeretni. Szóval jön ez a, itt kezdődik a gyerek nemzés. Nem, hogy most már késő már abortusz is késő csinálni. Hát jó, most legyen ez a gyerek. Hát ezt most csak le fog szívni a pénzemet. Az oroszoknak van egy ilyen kifejezés ilyen gyerekekről, szokták mondani néha. Szóval nem úgy beszélnek gyerekről, akit nagyon szeretem, hanem hát úgy most magyarra fordítom oroszról, az úgy hangzik magyarul, hogy hátrágó. Így neveznek a gyereket. Ott van három hátrágom otthon vár rám. Ilyen kifejezés. Szóval ez az adharma. Ezért dharma, amikor gyerek, ez egy felelősség, és ez egy tervezés. Így, hogy, és akkor mondja, hogy a nem kívánatos népesség be fog népesíteni a földet, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz ilyen társadalomnak gyakorolni morális elveket. Minél több ilyen ember felnőtt kezd lenni, ők nem fognak akarni, azt mondanak, hogy hagyjátok békén engem, én úgy csinálok, hogy én akarok, és kész. Ők, a tudatok egy kicsit tompított lesz. Jó, akkor megyünk tovább. Akkor ugye dharma, ez azt jelenti, hogy ember valamilyen spirituális úton kell, hogy haladjon. Mindegy, melyik úton megy. Isten felé menjen, a saját útja szerint valaki, katolikus, pravoszláv, zsidó, bárki. Lényeg, hogy ő követi valamilyen spirituális utat. Hogyha nincsen, nem lesz ereje, nem lesz teljes kép a világról. Megint a világ, ahogy mondtam, hogy az embereknek, mindegyiknek a cél, ez a szeretet. Isten szeretet, és minden más élőlény iránti szeretet. De ezt nem lehet csak úgy, az nem működik az alapján, hogy én mondom, hogy szeretlek. Én már voltam ilyen furcsa csapatban 30 év ezelőtt, ahol csak mondtak, szeretlek, szeretlek, szeretlek. Hát nem esett jó nekem ez a kis színház, mert szeretet nem, aki szeret, az nem mond, az csinál. Nem? Anyuka gyereknek, mikor mondja a gyerek, anya, éhes vagyok, fiacskám, szeretlek. Nem ezt, hanem megy és csinál. Nem kell mondani, hanem csinálni kell. Jó, akkor... És akkor igen, vannak akkor morális elvek, ami alapján ember próbál gyakorolni ezt az utat, mert spirituális út, ez nem, hogy én ez vagyok. Nem, ez azt jelenti, hogy valamit csinálok, valamit gyakorolok. Magyarul változtatom a jellemet, mert nekem van egy jellemem, ami karma szerint kaptam, és ahhoz, hogy jó működjön, nem biztos a karma alapbeállítású jellemem, az megfelelő arra, hogy szeressek valakit, és szeretve legyek, és boldog legyek, és mellettem legyenek boldogok. Ezért a morális elvek próbálnak segíteni ebbe az irányba, akkor erkölcsi elvek, és végül belső munka. Ugye? Ez a legfontosabb.
hogy mi külsőleg tudjunk kapni információt. És most én adok információt. Én is kapok ezt az információt. De például attól, hogy én most mondjuk megtanultam, és most elmeséltem, ettől én nem vagyok előbb. Én akkor leszek előbb, mikor a harmadik. Mikor a belső munkát próbálok megérteni, és a tudás alapján, és így megfigyelni, akkor most hogyan történik. Ugye én tovább fogok mindjárt mesélni. Mindenkit most ez a bevezetés, hogy készítsünk fel mindenkit a belső munkára, ami most fog történni tovább. Az nélkül az csak ilyen szórakozás. De a szórakozás, ez komolytalan dolog. Akkor, amikor koncentráljunk és komolyak vagyunk, mert életünkről van szó, akkor mi tudjunk hasznát venni, vagy meríteni, vagy eredményezni a mondani valóktól. Ezért belső munka nem lehet, annélkül nem lehet semmit megcsinálni. Például, hogyha valakinek mondjuk, vagy valaki elolvastam, hogy hát ilyen mostani emberekben van, ilyen hiányság. Valaki mondja, jó, köszi, ez már nekem nincsen ilyen. Az nem dolgozik belőle. Aki akkor csak átsiklott. Akkor ő még nem érett arra, hogy jobban legyen az élete. Erre érett kell legyünk. És belső munka, amikor én hallom, hogy ezt embereknek meg kell szabadulni ettől, vagy ilyen hiányságai vannak, a belső ember rögtön keres, és meg fog találni. És minél fejletett ember, annál nagyobb bajt talál magába. Mert ő belül már megszokott dolgozni, és van ez a lelkiismeretség, van ez az őszinteség. Ezért, ahogy elején mutattam képet, amikor elmegy férje a feleségtől, hogy neki nincsen lelkiismerete, neki nincsen belső munkája, nincsen őszintessége. Ezért el kell kezdeni, és ezt lehet finomítani. Ugye nekem ugye van lelki tanítómesterem, és tőle tanulom, mert ő tanít engem, hogy kell belőle dolgozni. Lehet, hogy vele nem minden nap beszélek, de amikor valamit beszélünk, ő csak valami említést tesz, és ez be kell, hogy induljon, én tudom rögtön nekem, be kell induljon egy munka. És nagyon komoly munka történik belőle utána. Nagyon-nagyon sok. És rájöttem, hogy például egy lelki tanítómester, ez nem azért van, nekem van egy lelki tanítómesterem, rakok egy képet róla, és akkor viszlát, minden történni fog. Nem. Ez azt jelenti, hogy nekem kell dolgozni. És hogyha én valamit még nem veszek észre, ő már észrevesz és segít, és sokszor nem fog mondani nekem a hibára, hanem csak elindítja a gondolatot, hogy én találjak meg. Az a legfontosabb. Észrevetitek, mikor mi mondjuk valakinek a hibáját, akkor ő azt mondja nekünk, ez benned van. Bennem egy szálkát látsz, de nem látsz magadnak a szemébe gerendát. Ugye ezt szoktak nekünk válaszolni. De intelligens ember, az, aki tényleg akarja jó életet élni, az belül fog dolgozni, fog keresni, hogy hol van nekem a problémám. És ezre kell egy erő. És ettől fog jönni az erő, amikor én vállalok, hogy én fogok keresni és dolgozni. Érthető volt ide? Nem volt nyomasztós egy kicsit? Szóljátok, hogyha nyomasztó lesz. Rendben. Ezért most nézzünk meg, akkor meg vagyunk, érthetünk, hogy ezt a képletet ezt el lehet rakni most a memóriába, és hogyha valami nem működik, vegyünk elő ezt. Működik? Én csinálok ezeket? Nem? Akkor miért panaszkodjak? Magamra panaszkodjak, én nem csinálom. Mert ezek a mankók, ami engem megmentenek a bajtól, a problémáktól, hogyha ezeket követem. Bhagavad Gita-ban megint, a jótevővel sose lesz probléma, a jótevőt nem éri el a gonosz.
nem tud legyőzni a gonosz a jótevőt. Ugye mi érzünk, hogy engem sokszor írnak, jaj, most valami engem valahol megátkozták, meg így, meg az a gonosz, meg szelemek. Jó, de hogyha gyakorolsz ezeket az alapelveket, téged se szellemek, se átkok nem tud rajtad működni, mert te egy erős vagy. Mert dharma szó, annak, ennek van egy ős mondás. Dharma rakshati rakshita. Ez azt jelenti, aki megvédi a dharmát, azt az embert a dharma maga megvédi. Hogyha én megvédem az elveket azáltal, hogy követem, akkor az elvek engem fognak megvédeni minden gonosztól. És akkor nem kell 10 kg vagy 100 kg ezeket a mi ez, amulettek, meg mindenféle szimbólumokat, mert lakást tele mandala kell rakni, már minden csak mandala, ezerféle füstülő, már minden. Na pont azok minket nem fognak segíteni, hanem az elvek, az minket megvédene. Ez a törvény. Oké. Ez volt a bemelegítés a mai előadásra, kis bevezetés, rehangolódás, és most kis belső munkával megyünk tovább, beszéljünk a viszonyokról, de nem a három formájáról, hanem a négy formájáról. Viszonyoknak van négy féle, négy forma. Nézzük meg, mik ezek. Akkor az egyik, én győztem, te vesztettél. Ismerünk? Általában ez az általános, nem? Hát hogy lehet máshogy? Hát ha már én győztem, akkor valakinek kell veszteni, ez a normális nálunk. És akkor mi dolgozunk, akkor nekem kell győzni, neked kell veszteni, az én szava majd az utolsón. Majd én befejezem. Most én csak felsorolom, utána majd megyünk egy kicsit, elemezünk mindegyiket. A következő a rosszabb, ez már nem tetszik nekünk, de előfordul, mikor én vesztettem, te győztél. Van olyan, ugye? Mikor elnyomták minket, a szüleink, a főnökök, nem erkölcses barátaink, és így tovább elnyomtak minket, és akkor én vesztettem, ő győzött. Akkor van ilyen viszonyok. Van egy harmadik. Jó van, én vesztettem, de akkor tudjál, te is fogsz veszteni. Neked se legyen. Hogyha én süllyedek, húzom magammal téged is. A kis tengerbe. És van harmadik, negyedik, köszönöm. Én győztem, te győztél. Már is jó a vibráció, ugye, ennek a szövegnek, hogy én győztem, te győztél. Közös győzelem. Én is fontos, de te is fontos. Mindketten fontosak vagyunk. Igen. Van egy ötödik, ami nem írtam ide fel, az az, hogyha mi nem tudjunk egyezni semmit, ne is kezdjünk viszonyokat. Ez lenne az ötödik. Ugye van olyan is. Az még egészségesebb, mint ezek ez a három. Akkor inkább tényleg ne is. Hogyha például én látom, hogy én nyitott vagyok. Mondjuk én győztem, te győztél. Én nyitott vagyok erre. És tudok tiszteletbe tartani a te igényeidet, de látom, hogy te nem vagy rá érett, akkor ne kezdjük. Mert nem akarok téged bántani, mert lehet, hogy erősebb leszek, le fogok győzni, de te nem fogsz tudni értékelni ezeket, az alapelveket. Nem fogadod el, hogy a mi viszonyunk kell, hogy alapozzanak a morális és erkölcsi elveken. Ha nem fogadod el, akkor ne folytassunk a kapcsolatunkat. Ez jó, ez egy tiszta sor. A legjobb ez, amikor én győztem, és te győztél. Jó, megyünk mindegyiken egy kicsit, megbeszéljünk. De most beszeretnék vonni benneteket egy kicsikét.
Soroljunk fel rövid pár mondat, fél mondat, két szóba, három szóból álló kis kifejezéseket, hogy mit jelent, hogy én győztem, te vesztettél. Életpéldákat nyugodtan lehet mondani, gondolom, hogy mindenki tapasztalt, legalább ezen a téren. Valamikor, de most úgy, hogy amikor ti győztétek, és valakinek kellett veszteni. Hogyha nem annyira titkos. Volt már ilyen? Valakinek? Szégyelősek. Jó, nem probléma. Én győztem, te vesztettél. Tessék? Munkahelyi konfliktus. Amikor hadviselés van és verseny. Mikor van verseny, és akkor én, mert hogyha én most nem győzök, akkor ő győz, akkor most nekem kell győzni. Viszont mind a két fél részéről egy ilyen kapcsolat feltételez egy hadviselés mindkét részről. Tehát mindkét részről. Egy ilyen viszony kialakuljon, ahhoz azt kell, hogy mind a kéten megbeszélni. Nem mindig. Mert hogyha aki okosabb, nem fog ezzel foglalkozni. Valamikor csak mi, mivel mi nem vagyunk éretek, mi fogunk ezt csinálni. Nem mindig, hogy mások ezt velünk tegyenek is. Lehet, de nem mindig szükséges. Lehet, csak egy oldal legyen. Igen. Hát mik alapján itt van? Hogy én most bebizonyítom, hogy ki itt a főnök. Most így lesz, ahogy én mondtam, ugye? Így szokott lenni. Akkor szokott lenni, hogy nem fogok csak itt hagyni, valaki most valami megcsinálta, akkor végig fogok menni, hogy tudja, hogy velem ez nem fog átmenni vele neked. Ez csak úgy nem fog. És akkor rágódok éjszakáként, hónapokként, hogy hogyan tudok neked úgy megmutatni, ha mindenki is lásson, hogy én győztem, és te senki vagy. Van olyan kemény, akkor van, tehát én jobban tudom. Mit akarsz te? Előbb mutasd, mit tudsz, majd, de egyelőre csak én jobban tudom itt. Majd én megmutatom, hogy kell. És akkor jönnek ezek az alap kulcsmondatok. Na várjál, ne is szólj, de meg se akarok hallani téged. Mert akkor is így lesz, ahogy most én itt mondtam. Szokott lenni? Meg se hallgatlak, mert nem érdekelsz. Miért? Mert én vagyok a házigazda. Oké, megyünk tovább. De legjobb, hogy azt csinálta, hogy én mondom. Azt szeretik. Ugye ezt mi is szeretjük, ugye, amikor mondjuk valakinek csinál, ahogy én mondom. Mert hogy úgy csinálod, ahogy én mondom, akkor nem lesz semmi bajod. Akkor van a másik. Vonnom felelősségre valakit, hogy ezt te így csináltad, te hogyan képzeled, hogy megígértél, nem csinál, és akkor letámadni az embert, hogy nekem zsarolni is lehet felelősségekkel, mindennel lehet zsarolni. Például a zsarolást nem írtam bele, ez pedig jó lett volna. Ez a szülőknél és a gyerek kapcsolatokban sokszor nyilvánul meg, amikor anya mondja, hogy ha nem eszed meg a vacsorát, anyukát nem fog szeretni. Ez zsarolás. A gyerek megeszi, mert le van győzve. De ez van, amikor zsarolnak a szeretettel. Ez nem kitalált, ez megtörtént. Jó, és akkor lényeg az, hogy én minden áron fogok győzni. Bármit, minden erőmet, kapcsolatomat, mindent összefogom, rád irányítom, hogy én győzek, mert nekem győzni kell, és te fogsz veszteni. Mert csak úgy lehet. A jó, az élet. Mert úgy tudjuk működni együtt, hogy te csak szolgálsz engem, nekem dolgozol. Most munkahelyeken nagyon sokszor olyan van,
hogy te már ezt is csinál, azt is csinál, ezt is csinál, azt is csinál, elmehetek szabadságra, jó, jó, majd januárba. És nem lett semmi. Ugye? Fizetés 13. Dehogy is nem ment a cég, te voltál beteg állományban 3 napig, ebben az évben nem kapsz 13. fizetést. Ugye? Minden áron én győzök. Nagyon sokszor ez a főnök, amikor minden áron fog eltaposni. Miért? Mert a főnöknek mindig igaza van. Ő így gondol. Mi most róla beszéljünk. Most neki mindig igaza van. Okay. Akkor nézzünk a következőt. Érthető, követhető? Jó. Én vesztettem, te győztél. Valaki már vesztett valaki mellett, aki győzött? Van olyan itt? Lehet emelni kezet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, hát tökéletes. Majdnem mindenki. Na, hát akkor mi tudjunk, mikor mi vesztettünk, mi mit mondjunk? Adok egy tippet ide, aztán hát, ha beindul a fantázia. Hát én szerencsétlen vagyok, persze. Velem megcsinálhatod ezt. Mi van még? Jó, akkor nézzük meg. Eltűröm. Na jó, ezt is lenyelem. Nem akartam már leírni ezt, hogy lenyelem ezt is. Jó. Most mi van, hogyha neki van pénze, neki van igaza. Mert hogyha nem így csinálok, kirúgnak a munkahelyről. Hogyha nem így csinálok, mondjuk a férjemmel, akkor elmegy egy másikkal, és akkor nekem 3 gyerek elég kell maradni. Akkor megint én vesztettem. És akkor sok barátok között mindenhol lehet egy ilyet érezni, hogy el fogok tűrni másképp, csak rosszabb lehet. És valamikor a családban ez 50-30 éven keresztül történik. Hanem nem lépek, mindig én leszek a vesztes. Ami fontos, hogy a családokban sokkal mélyebb megy ez a belső munka, sokkal mélyebb, mint a munkahelyen és a barátok között. Sokkal fájdalmasabban tud lenni, de ugyanakkor, hogyha jól működik, akkor sokkal nagyobb erőt ad, sokkal nagyobb boldogságot tud adni. Akkor igen, nem merek jelentkezni, mert nem tudom, akkor most fognak, kitalálnak valamit. Például olyan is van, hogyha jelentkezek, akkor csak, nem tudom, meghamisítják valamit ellenem, és még lehet, hogy börtönbe is kerülök. Olyan sokszor van, ugye, nagyon sokszor történik az életünkben, hogy nem merek jelentkezni, mert kijátszanak velem, akkor nem kell, ezért velem ezt csinálom, engem nem szeretnek, nincs rá szükség senkire, vagy én rám nincs senkinek szükség, igen, akkor én képtelen vagyok bárkivel kiállni valamiért, hogy hát legyen neked az igazad, te nyertél, én csak egy áldozat vagyok, nincsen, nem vagyok képes erre ezekre a dolgokra. Kis ember vagyok, nem tudok győzni. És akkor kész. De gyakrabban az eltűröm. Ez a gyakróbi. Lehet. Akkor következő, én vesztettem, és te vesztettél. Igen, amikor mondja valaki, hogyha süllyedünk az én hajom, akkor el fogok sülyeztetni te a hajódat is. Mert akkor, hogyha én úgy látom, hogy te nekem nem tudsz okozni nyereséget, hogy én nyerjek, és én most süllyedek, akkor te is süllyedj. Csak azért, hogy így legyen. Igen. Mert mivel nálam jobb vagy, nem vagy nálam jobb, hát akkor, hogy én vesztettél, te vesztettél. Hogyha nekem rossz, neked is legyen rossz. Ugye? Ez nagyon gyakran.
mondjuk egyik kisfőnök nagyfőnöknél volt, kikapta tőle, rosszul érzi magát, jön a beosztottokhoz, akkor mindenki kiosztja. Ugye? Mert most nekem rossz, meg főnökömtől elrontott az én hangulatomat, most mindegyüknek el fogok rontani. Mindenkinek legyen rossz. Nagyon sokszor, és a legrosszabb, amikor az anya a gyerekre ezt fordítsa. Amikor rossz a kedvem, akkor neked is legyen rossz a kedve. Amikor a férnek rossz a kedve, jön a feleség, akkor be kell szólni, hogy most neki is legyen rossz a kedve, vagy fordítva. Jön a férj, rossz a kedve a feleségnek, akkor beszól neki, hogy neked is rossz legyen. És akkor sebeznek egymást. Szóval romboló. Ideig, amit néztünk, én vesztettem, te vesztettél, ezek mind romboló kapcsolat, rombolja kapcsolatot. Majd ezeket összezárjunk majd mindjárt a végén. Akkor igazságtalan az élet. Ebben életben nincsen igazság, ezért én vesztek, te is vesztesz. Ne gondoljál az igazságról, mert hol láttad te az igazságot? Hát miért egy gazember ilyen egészséges és gazdag, és egy normális erkölcsi ember ilyen beteg és szegény? Nincs igazság. Akkor veszteltél te is, meg én is. De ne aggódjál, tudom, hogy nekem nem sikerülni fogok veszteni, neked se fog sikerülni. Drukkolok. A tiszta út által nem lehet elérni a sikert. Szóval az a tiszta út, hogyha jó, akkor én engedem, hogy én vesztek, és te nyerjél. Ez kicsit tisztább. Kicsikét. De jó, de ez igazságtalan. Amúgy is nincs igazság, ezért most, ha már én nem nyertem, akkor miért nyersz? Nem kell ezek a tiszta utak, mert csak kihasználhat. Te rendes ember vagy, erkölcsi, ugye ez az ember így mondja, aki veszt, én vesztem, te vesztesz, hogy az erkölcsi embereket csak ki lehet használni, és hogyha én leszek erkölcsi ember, és ilyen jó, rendes, csak kihasználják engem, és akkor becsapják, és így tovább. Ami nem igaz, mert erkölcsi ember nagyon bölcs, nagyon okos, intelligens. Őt nem lehet kihasználni, hogyha ő nem engedi. Valamikor megengedi, hát ha az ember tanul belőle valamit, így megengedi, hogy kihasználjanak. És senkibe se bízok, ezért jobb, hogyha mindenki veszt. Szóval látjunk, hogy jó, még megyünk, még egy kicsit később összefoglalom, mert utána megyünk egy harmadik részre az előadásnak. Oké, akkor a következő ez a én győztem, te győztél. És az azt jelenti, hogy említettem korábban, hogy fontos számomra én, de fontos te. Mert hogyha én győzök és te győzöl, de hogyha mi egy közös dolgot csinálunk, akkor mi sokkal többet együtt elérünk, nagyobb eredményt, mint külön-külön egyénileg. Mert a mi törekvésünknek az ereje, mikor egyesül, akkor ez nem 1 plusz 1, 2, hanem ez 3, 5, 10 lehet. Két ember 10-szeres ennyi eredményt tud csinálni, mint egy, vagy mint külön-külön, mint egységek. És én ezt tudom. És én tudom, hogy ha te most vesztettél, én nyertem, akkor ott a vége, ez egy együttműködésnek. Szóval fenntartható együttműködés, én győztem és te győztél, mikor te éreztél, hogy mellettem te is győztél, te akarod folytatni velem a viszonyokat. Sőt, lehet, hogy még mélyülnek a viszonyokat, mivel mi mind ketten egyaránt mutatjuk, hogy a te győzelem is fontos számomra. Én ebbe be akarok fektetni. És akkor így fog működni a viszonyok. Itt kezdődik a viszony. Amikor ember a másikat
ugyanolyan erős előnybe tesz, mint magát, vagy még néha fontosabb prioritásba. Mint az előző három, ott fordítva volt, ott mindig én voltam. Ez most győzők vesztesz, vesztetsz, vesztesz, győzöl vesztek, mindig én vagyok a prioritás. Én vagyok a fontos, a többi nem fontosok, és látjuk, nem működik a kapcsolat. Gondolom, most mindenki dolgozik belül, vizsgál kapcsolatokat, helyzeteket, ami történt, amit mesélek, és valamikor volt, amikor mondom ezekről, ami nem működött, valamikor volt, ami működött. És ez nagyon jó, hogyha mind a kettő volt, mert akkor most kaptuk tudást, hogy meg vagyok győződve, hogy most tudatos, hogy hogy kell ezt csinálni. Mert néha lehet, hogy így eltaláltam, satszoltam, hogy így működik, és így nem működik. Igen, ez nagyon jó, de van egy biztos tudás. Ezek a törvények, alapelvek mindig univerzálisok, mindig működnek, és mindenhol, és mindenkinél, és bármelyik vallásos kultúrába. Nem? Nem különbség. Na most nézzünk meg, hogyan működik, aztán ezt tovább kidolgozunk. Hogyan működik az az elv a viszonyoknak, hogy én győztem, te győztél. Az már biztos, nem? Együtt gyorsabb leszünk, könnyebb, még nagyobb eredményt is érünk el. És mikor van egy jó hangulat a viszonyunkba közben, akkor mi ezt nagy élvezettel csinálunk. Mert lehet, hogy egyedül csinálnék, ez nehezebb, és mivel nincsen jó társaság, nyomatékos, és nincs olyan kedvem csinálni. De mikor ketten jó hangulata nekiállunk, könnyebb lesz. Én szeretnék, hogy legyél elégedett. Én is legyek elégedett, te is legyél elégedett, és mindenki, akivel együtt működünk, legyen mindenki elégedett. Próbáljuk meg ezt elérni, hogy a mi munkával, viszonyokkal eredményezünk másoknak az elégedettséget. Ugye most sokszor családban fordítva van, hogy az én elégedettségemet várok el, mikor megkapom. A feleség vár, mikor bejön fáradt férmunkáról, és letámadja a kis bla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 bl
észre, hogy frizurámat, csak furni fog, és mondani, meddig lehet várni, hogy ott van az a szög, ami be kell verni a falba, azt a kis képet, már ennyit kérem, nézd meg a szomszédnak, a férje, milyen jó, egyszer mond feleség, az már minden mester otthon, minden felszerelte, velette, mi, és kész, és jön, és megy. Én nekem nem felelsz meg, én engem nem teszel elégedett. Ugye ez mondja a feleség, a férj ugyanúgy bejön, koszos cipőben a házba, szétdobálja a ruháját, akkor ne, most hagyjál, menj csak a konyhába, foglalkozz magaddal, hagyjál békén, úgyis együtt vagyunk, miért neked ez nem elég? Elég, kaptál virágot 30 év ezelőtt az esküvőre, vagy amikor először találkoztunk, miért légy ezzel elégedett, és akkor mennek ezek a problémák. Nem, az nem ez, hogy én győztem, te győztél. Ez egy munka, majd erről kicsit, mikor ezt átmegyünk, majd megyünk ezt a dolgot fogunk egy kicsit beszélni, az milyen munkával, de milyen nagy boldogság van ezt próbálni csinálni. Bhagavad Gita-ban, 9. fejezetben van egy vers, hogy ezek a öröki elveknek a tudása, tudománya, az egy tudomány, susukham kártum avjajám. Már az a tudás már nagyon sok-sok boldogságot okoz az embernek. És még csak beszéljünk, de mikor elkezd valaki ezt valóban gyakorlatba hozni, fog érezni ezt a nagy boldogságot. Pavitrám, tisztít. Ezek az elvek tisztítják a tudatot. Oké. Okay. Mi a te véleményed? Opa, ugye? Nem csak ahogy én, üljünk, hogyha mi együtt akarunk
te is érezni magát győztes, a te véleményedet ugyanolyan fontos, mint az enyém. És hogyha én látom, hogy a te véleményed jobb, akkor persze, persze. Mert akkor mi győzünk biztos, mert lehet az én véleményem miatt nem is győztünk volna, mert nem volt teljes képen valamiről, vagy valami, vagy nem vagyok szakértő ebbe a területbe, te az vagy, mi a te véleményed. Nekem fontos. Megkérdezem tőle is, te milyen eredményt látsz? Milyen szeretnél, hogy legyen eredmény? Milyen a célunk legyen? Közös, hogy közös, ez közös. Ezért például azt mondják a védikus írások, hogy a család is úgy kezdődik, hogy a fiú és a lány mielőtt mennek kötni kapcsolatukat, meg kell beszélni. Mi a célunk? Hogy egyezik-e a célunk? Mit akar a lány az élettől, a fiú? Mennyi pénzre van szükség a lánynak? Fiú mit gondol, mennyit tud keresni? Hány gyereket akarja a lány? Hány gyereket akarja a fiú? Hol akarnak lakni? Szülőkkel, szülőink kívül, másik városokban? És ezeket a kritériumokat össze kell rakni, és megnézni, hány százalék egyezés van. Nincs egyezés, akkor ahogy beszéltünk előbb, akkor ne folytassunk a kapcsolatot. Ezért ez a te győztél, én győztél. Másképp, hogyha mi csak nem beszélünk át ezeket, és belépünk a kapcsolatban, megházasodunk, a probléma az, hogy nekem belül úgyis már van, mit várok el tőle, és neki mit várok el tőlem, de nem érdekelt, ő mit vár tőlem, mint kettők. És jönnek a konfliktusok házasság után. A lány azt mondja, nekem ez a putri, ez nem elég, nem akarok ebbe lakni. A fiú azt mondja, nem érdekel engem nagy ház, én meditáció, jóga, ne számíts pénzre, és kész. A lány azt mondja, ha akarok 10 gyereket, a fiú azt mondja, én nem akarok csak egy, az is a gyerek otthonról. Értitek? És akkor kész. Itt pedig jó. Beszéljük meg együtt, hogy hogyan te legyél boldog, és én legyek boldog, és nézzük meg, hogy hogyan. Ez egy komoly, felelős, teljes dolog, mert mikor 20 évkorba körülbelül házasodnak, ez a döntés be fog folyásolni egész halálig az embert. Én nem lehet felelőtlenül. Ott voltak a diszkóban, félig nem is láttunk, mert így megy a fény, minden, be vagyunk egy kicsit indítva ilyen-olyan szerekkel, holnap után megyünk házasodni. Ez felelőtlenség. Utána nem kell panaszkodni senkire. A felelőssége a tiéd. Nem, hanem másoké. Nincs oktatás róla, de törekszünk, segítünk, ahogy tudjuk, hogy legyen oktatás róla. Menjünk tovább. Mik az igényeit? Azt mindig tisztázni kell, és mindig kell beszélni róla, és figyelembe kell tartani. Mert ember annyira érzi magát velem projekt belül, amennyire érzi, hogy az én igényeim is előtérbe vannak. Akkor én érzem, hogy tényleg mi együtt vagyunk, és győzünk együtt. Ezért ez fontos. Próbáljuk igazságosan mindent. Erkölcsileg, belül, én dolgozok, hogy nem, hogy legyen minden igazságos velem szembe, én legyek igazságos vele szembe. Itt erről van szó. Amikor én győztem, te vesztetél, akkor lehet, hogy te legyél velem szembe igazságos, de itt fordítva, én akarok lenni igazságos veled szembe. És én bízom benned. Ugye van egy bizalom. Ez azt jelenti, hogy igen, el tudsz mondani, és tudom, hogyha nem találkozunk egy darabig, én bízok, hogy akkor is te csinálod, amit megbeszéltünk, mert mi mindketten akarunk győzni, szeretnék. Szóval látjunk, hogy vannak, mind a kettő elv van. Van romboló elvek, mi az, ami rombolja, és távolítja minket a boldogságtól, szeretettől, de vannak azok az elvek, amik közelítenek minket boldogság felé, szeretet felé. És hogyha mi most megnézünk ezt
és egy mondatban lezárjunk, utána megyünk tovább, hogy az, hogy mert a tovább ezen a mondaton fog folytatódni, akkor én győztem, te győztél, ez azt jelenti, mielőtt akarod, hogy téged megértsenek, tanuld meg megérteni előbb őt. Érthető? Először nekünk meg kell tanulni másokat megérteni. Megtanulni, hallgatni és meghallani másokat. És mikor én ezt meg fogok tanulni, akkor majd engem is meg fognak érteni és meghallani. És sokszor nincs ez. Ebbe mi most olyan tompa korszakban élünk, ahol ezt egy kicsit tompítják bennünk a körülmények. De nem szabad, mert azért kell alapelvek és morális elvek követése, hogy engem akkor senki ne zavarja be, ne tompítsa el. Ezért kell ezek az elvek. És én győztem, te győztél, ez csak akkor lesz, mikor én tudok hallani téged, és meg akarok érteni téged. Így lesz, én győztem, te győztél. Elégedettek vagytok? Mi győztünk? És még nincs vége, mi lesz végén, hogyha már most elégedettek. És akkor ezen alapszik további dolgok, hogy lehet ezt felépíteni, ezt a én győztem, te győztél, ezt a bizalomos kapcsolatot, amelyik szeretethez vezet. És az a szeretet, a megint a tiszta szeretet, az a lelki szeretet. Mert hogy van lelki szeretet, akkor az elárasztja szeretetem mindenkit. Az kibékíti mindenkit. Egy érdekes dolog, amit észrevettem, többféle történetek vannak, amikor bölcsek, akik felvilágosodottak, akik már szeretettel rendelkeznek, a történetek arról szólnak, hogy többször esetben megy mondjuk egy király vagy egy remete egy erdőbe. És hirtelen egy mondjuk a tónál vagy erdőnek van egy kis tavacska, és észreveszi, hogy békésen ott vannak a tigrisek, antilópák, összes vadállat, meg rendes állatot isznak vizet. És abban a korban a király, vagy bárki más, aki ott ezt észrevette, rögtön megértette. Amikor ellentmondások vannak, hogy egyik ragadozó állat és a zsákmál állat békésen együtt vannak, ez azt jelenti, hogy nagyon közeli környékén lakik egy szent. Mert a szent embernek a szeretetje olyan erős, hogy kibékülnek az állatok is. Anakonda nem fog megenni a nyulat, és így tovább. És ez nagyon sok történet, sok helyen lehet olvasni. Szóval békét ez hozza. Amikor a erkölcstelen, amorális elveken alapján él az ember, akkor fordítva lesz, háborodhoz szül. Rendben. Akkor most ezek alapján, hogy tanuljak hallani és megérteni, az nem olyan egyszerű. Az nem arról szól, hogy most innen mindenki késétás, ettől a pillanattól már ezt fog csinálni. Nem, ez egy érettségnek egy eredménye. Ezért most nézzünk meg a lépéseket. A harmonikus viszonyukról fogunk beszélni. Ahhoz, hogy ezeket felépítsünk, kell építeni egy bizalmas egyensúly a viszonyunkban. Nekünk van egy mérleg mindenkivel szembe, viszonyuk. Lehet mondani mérleg, lehet mondani bizalom számla. Mind a kettő kifejezés jó. Ez most nagyon ideig volt elvek, amit fontos megérteni, és megértve is, hogy remélem emlékezni fogtok az elvekről, amit beszéltem. Az alapján lehet most gyakorolni a következő dolgokat, ami könnyű lesz. Könnyű? A jó dolgok nem könnyű. Viszont elégedettséget fog okozni. Van bizalomszámla, amit úgy jelent, hogy negatív,
minden egyes emberre, külön egyes emberre, mindenkinek, akivel viszonyokban vagyunk, van az a kétféle számla. Negatív és pozitív. A negatív, ez az, amikor bármit, amit kérem tőle. Segíts, hozzá egy pohár vizet, főzd meg a vacsorát, add ide a fizetésedet. Bármit, amit én kérem, akkor ezt táplálok. Akkor ez fog nőni. Amikor nő és túlsúlyba kerül, viszonyok fognak rontani, rombolni. Ember kezd érezni, ez engem mindig csak kér, semmit nem ad. Ki akar engem használni? Nem is vagyok számára fontos. Ő, neki csak az fontos, hogy én körbe táncoljak őt. Ez fog történni. Hogyha mi ezt a számlát töltsünk, akkor el fog romlani a kapcsolatunkat, kapcsolataink. Ezért kell igyekezni feltölteni a másik számlát. Hogy a másik számla mindig kell, hogy legyen nagyobb. És ez a mi felelősségünk, felépíteni ezt a bizalom számlát. Hogyan ezt fogunk tudni csinálni? Ugye? Hogyha akarunk valamit kérni, és nem akarok, hogy túlsúlyba menjen ez, előbb építsünk ezt. Hogy én szeretnék valakit kérni, hogy pumpáljon fel a kerekemet, arra, akkor megnézem, hú, hát most múltkor kértem, hogy mossa meg a kocsimat, azelőtt kértem kölcsön, még nem adtam vissza, most még mondom, hogy pumpa, ez már nem lesz jó. Keresem valaki mást. És hogyha nem találok senkit, pumpáljak fel én. És lehet, hogy felhívom őt, és megmondom, nem kell neked, most pumpálok a keremekemet, neked ne pumpáljak fel kerekedet. Szóval értitek, hogy mindig a viszonyok azon alapszik, hogy én mennyit befektettem. Akarok, hogy engem meghallgassanak? Akkor nagyon kimeríti a számlámat, ezt, és ez fog nőni. Ezért jobb, hogy előbb én tanuljak meg őt meghallgatni. Akkor nagyobb lesz. Akkor van bizalom, mert látja, azért bízik bennem ez a bizalom számlám, mert ő látja, hogy meghallgattam, megértettem, akkor tudja, akkor én is meg tudok érteni őt. Meghallgatom, mert nekem van bizalom utána, mert ő nem élt vissza, hanem támogatott engem. És a viszonyoknak a számla, a pozitív számla kis dolgokból áll. Úgy mondják a bölcsek, hogy a viszonyokban nincsenek apróságok. És ez tanítja pont arra, hogy én belül dolgozzak. Ezért ez egy nagyon-nagyon praktikus dolog, hogy én mindig dolgozok belül, figyeljek, hogy mielőtt kérek, vagy igényeljek tőle, mi a számla, mi az arány. És az azt jelenti, hogy mindig kell figyelnem, mi az, amit adjak neki olyat, pici dolgokat, ami nem apróságok, hogy mindig növeljen a pozitív számla. Például, hogyha mondjuk a feleség egy új ruhában van, akkor észre kell venni és mondani, ó, milyen jó kis ruha, illik hozzád. Apróság? Nem apróság. Mert tölti a számlát. Akkor próbálni figyelni, hogy mi az, ami most tudott neki segíteni. Például tudom, hogy ő most gépel egy e-mailt. Nekem lenne dolgom, de én akarok vele építeni a bizalom kapcsolatot, és én jó gépelek. Mondom, figyelj! Látom, hogy kicsit nehéz neked ebben melegbe. Hogy gép? Csak mondd meg, hogyha szeretném, beképelek. Mit kérsz érte? Semmi. Csak szeretnék, hogy legyen elégedett. Mert látom, hogy neked te nem tudsz gépelni, én tudom gépelni. Hogy segítsek. De hát nincs időt. Figyelj, nekem te vagy az időm. Nekem te vagy az érték. Te vagy fontos számomra, akkor én neked megcsinálom. És akkor megcsinálom. Bármit, amit nekem valaki tesz, az nem kell venni természetesnek, hanem meg kell köszönni. És ez is, mert köszöntem, raktam számlára.
mosoly. Néha ugye olyan fekete a világ, mert most a munkahelyen, vagy valahol elrontották a kedvemet. De ez nem jelenti, hogy most akkor én rontsam el mindenkinek a kedvét. A probléma itt van nekem, de miért neki kell áldozatnak esni az én problémámnak? Dolgozok fel, de neki mosolyogjak. Mert őt nem érinti ez az én problémám, vele mosolyogjuk, esetleg megkérhetek, hogy esetleg tudna tanácsot adni, vagy meghallgatni, megosztom vele, és együtt érezni, ezt meg lehet kérni, de mosolyogjak. Ugye, ezért találkozok valakivel, nem úgy, szia! Szokták úgy csinálni, nem emberek, még szembe sem mernek egymásnak nézni, olyan sokszor ezt lehet tapasztalni. A legjobb ez reggel lehet látni, amikor ember felkel. Akkor ilyen nagyon kis szoftvert még nem indult be, tudjátok, még egy kicsit így bútul a rendszer, akkor még nem tud. De mosolyogni valakinek, megköszönni, megdicsérni. Nagyon fontos megdicsérni egymást. Most mit csinálnak családba? Jaj, hogy nézel ki, ha? Hát de mit csinál, ha? Azért, hogy lehet ilyet főzni? Igen, a feleség mindig összehasonlítja a férjet a másokkal, ez nem építő. Ez nem, a férjénél ez nem ez, hanem ez. Amikor a feleség kezd neki sorba sorolni szomszédokat, fiúkat, akik mi valamiben jobb nála, a óriási mínusz. Óriási, nagyon. Fordítva kell, te vagy a hősöm, te. Mert akkor menj oda azokhoz a fiúkhoz, éljél velük. Miért nem élsz velük? Miért vele élsz? De ha vele élsz, akkor ő a legfontosabb. Akkor ne rombolj el ezt a kapcsolatot, építs a kapcsolatot. Fektesd be a számlára. Ugyanúgy a férj is. Fontos vagy, akkor meg kell hallgatnánk. Ezért mondom, hogy ez a figyelem másokra, hogy én figyelek. És tudom, hogyha most érzem, hogy a feleségemnek szükség van, hogy meghallgassak, én észrevettem, és lehet, hogy nekem van dolgom, akinek nincs dolga. De most meg fogok hallgatni, mert ez neki fontos. De mert ha ő nekem fontos, akkor az, ami neki fontos, az nekem fontos. Ez a viszonyuk, ugye? De mikor mondom, akkor ő nekem nem fontos. Nekem fontos, én vagyok addig, és ő nekem úgy fontos, hogy én legyek elégedett. Igen, és akkor mínusz. Egyszerű. Szóval igazából nem egy nagy bonyolult az életünk, hogyha van ezek a bizalomszámlák, és én belül dolgozok és keresek, mi az, amit még egy pluszot rakja, még egy pluszot, barátokkal, mindenkivel, akkor lehet. Mert néha lehet megkérni nagyon, hogyha volna jó számla, akkor rendkívül nagy dolgokat lehet kérni az emberektől, segítséget. De kell tudni, akkor én lehet, hogy nulláztam, ő megcsinálja, de lehet nulláztam. Jó, akkor most egy darabig én befektetek, építek, és nekünk ezt kell látni. Ha mindig, mikor egyszer levenni akarok, nagyon sokat van levettem, akkor utána tudom, hogy csak építek. Aztán levettem, jó, mert néha leveszem, de megint építek, és mindig ezzel kell dolgozni. Érthető volt így? Most valahogy ilyen rövid előadások sikerülnek nálam, nem két órások, két és fél órások, szerintem nem is kell, de hogyha vannak kérdések, fel lehet tenni. Întrebări? Megy a munka? Igen? Jó. Rendben. Köszönöm szépen, remélem, hogy egy kis csepet raktam nálatok a számlára, majd meglátjunk. Rendben, nagyon szépen köszönöm kedves figyelmeteket, és remélem még sokszor találkozunk, és további szép estét kívánok mindenkinek. És a jövő...